Köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Vendégem Jurácsik Mátyás, az Újpesti Dózsa egykori labdarúgója, és én úgy gondolom, hogy ma is az újpesti labdarúgás egyik legnagyobb értője. Matyi, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk ide a stúdióba. Tudom, hogy messziről jössz, nem Budapesten laksz, hanem egy kicsit pár kilométer odébb, de szerencsésen megérkeztél, és ez nagyon nagy öröm számomra. Ha bedobom a labdát, ugye lehet így mondani, ha bedobom a labdát, hogy újpesti foci, akkor én kivonulhatok innen a stúdióból, és te elkezded mondani, vagy beszélgessünk inkább? Hát az inkább beszélgessünk, de mind a kettőt szívesen vállom, de inkább veled szeretnék beszélgetni. És előzetesen talán a kedves újpestieket is szeretném üdvözölni. Örülök, hogy itt lehetek nálad, és meghívtál, és hozzáteszem, hogy bármit kérdezhetsz, és nagyon szívesen beszélek erről. Amit tudok, azt továbbadom. Amikor megbeszéltük ezt a randevút, akkor még nem volt az 1-0-ás győzelem a kiesési rangadón a Diósgyőr ellen. Előtte olvastam néhány cikket, téged is hallottam, olvastalak egy nyilatkozatodat, hogy hát Újpesten azért nincs minden rendben. Most megnyertük ezt a mérkőzést, megnyerte a csapat, följebb került a tabellán néhány helyjel, de hát ez, szerintem ez még közel sem az, ahol kellene állni, de ezt majd elmondod. Most akkor minden rendben van már? Hát alapjában minden még nincs rendben, ugye nem is lehet azon a rendben. Télen egy új edzőt hoztak. Én először talán szakmai oldalát szeretném megközelíteni ennek a dolognak. Megköszönöm. Szakmai oldalak úgy nézem, hogy a véleményem szerint Öning mester ezt a csapatot össze fogja szedni. És érdekes, amit mondasz, mert többen is, akik az újpesti fociért dobog a szíve, többen is elmondták, hogy Jézus Mária, Öning ember ide jön, hát a Vasasnál megbukott a izé, hát most akkor hogy került ez ide? De örülök, hogy neked más a véleményed. Hát természetesen más a véleményem, mert hogyha már belefogok abba, hogy valakit elkezdek kritizálni, azért végigmegyek a pályafutásán is. Tehát azért utána nézek, hogy mi milyen. A Vasashoz azért hozzá röviden. A Vasasnál az NB2-ből felvitt a Vasat az NB1-be. Ez már nem egy kis dolog. Az NB1-be utána a következőben a harmadik helyen végzett. És a harmadik évben kiesett a csapattal. Azért, mert egy ilyen jó magyar szokás szerint már mindenki belepofázott a munkájába. Elnézést, hogy így mondom, ő már egyedül nem is tudott dolgozni. Megmondták, hogy milyen játékosnak kell játszani, a menedzserek ugye beleszóltak teljesen minden munkájába. Ő ugyanabba a problémába esett bele, mint a Stork. A Stork fölépített egy baromi jó csapatot, kivitte az Európa-bajnokságra, nagyon jól szerepeltünk, visszajöttek az Európa-bajnokságról, ott már mindenki belepofázott a munkájába, és nem hagyták dolgozni. Te Matyi, akkor te azt mondod, hogy ez egy jó döntés volt, hogy a szerb vonalat lecseréltük most már egy német vonalra. Igen, abszolút jó döntésnek találom. Annak ellenére, hogy a Vignyevics és a Rogán mester, ők nem egy rossz szerzők, mert jó nem szakemberek, bizony, ők kiváló szakemberek. Tehát ezt sajnos van egy ilyen dolog, ha most megnézzük például ott egy Liverpool, ahol a Klopp milyen eredmények, aki egy világhírű edző, kétszer Becket nyert, bajnokság, és most mi újság van? Hát lehet, hogy utilapú. És az a legnagyobb probléma, én mindig azt mondom, hogy egy egyesület élén egy edző, nem jó, hogyha túl sokáig ott van. Uh-huh. Mert semmi újat nem tud mutatni. Ő mutatja az ő vonalát, ezzel fog dolgozni. Ez 3 évig nagyon jó. De én azt mondom, hogy 3 évenként mindig váltani kell. Sokkal jobban járunk szemléletet váltani, új játékosokat hozni. Ez a mai labdarúgásban, sőt a mai sportban, ez kihagyhatatlan. Most, hogy megmozdult valami, ugye lehet azt mondani, ahogy mondod, összerakja a csapatot Öning mester, kell izgulnunk, vagy fogunk még arról beszélni, hogy kiesési rangadót játszik az Újpest? Én úgy érzem, hogy nem. Mind a mellett, hogy ez a magyar bajnokság, ez azért az egyedülálló szoros. Ilyen még nem látott. Bármilyen bajnokságokat megnéz az ember, ha itt valaki egy meccset nyer, akkor fel tud menni az 5. helyig, illetve kikap, abban a pillanatban már kieső igen, helyen van. Igen, a 3 pontos, 12 csapatos. Szóval ez borzasztó. Itt van egy Ferencváros, akit nem kell mondanom, hogy egy állami csapat, aki ugye itt elmegy,
milliárdos költségvetésekkel, utána jönne egy videótonsz felcsút, ugye nem, bocsánat, Puskás Akadémia, nem kell mondanom, hogy miből élnek ezek a csapatok. Ez a három valahol ugye az olyan költségvetésre dolgozik, hogy a többi a közelében nem jut. Hát nem is jut. Ha most már a költségvetésre és nem a pénzre, mert az engem, tehát ahogy annak idején Hofi Géza mondta, hogy tudsz úszni? Nem, és ha megfizetlek, hát akkor is belefulladsz a medencébe, nem is ez érdekel engem. Sokkal inkább az érdekel engem, hogy mennyire játszhat bele egy tulajdonos a csapatnak a szereplésébe. Tehát gondolom érted, amit mondtam. Abszolút megértettelek. Tehát, hogy egy tulajdonos mennyire tud belejárni, hogy mennyire jár, milyen szerepet játszik. Igen. Hát alapvetően egy tulajdonos, vegyük úgy, ez olyan, mint egy gyárnak az igazgatója. Hát azért egy igazgatótól függ szerintem egy termelés, egy gyártás. Igen, de az igazgató, mint olyan, ha igen, már a gyárról és a vasról beszélünk például, lehet, hogy az igazgató nem tud esztergálni. Hát nincs is. És abba is beleszól? Nem. Tehát a következő. Itt a sportot azért, mi mindig megyünk a nyugat után, hogy mi miért nem tudunk olyan sportot felépíteni, mint nyugaton van. Ez kezdődik a nézőknél. Hogyha ezt indulunk lentről. Ez kezdődik a nézőknél. Nyugaton te soha nem hallod azt, hogy a szurkolók azt mondják, hogy a csapattól elállnak. Mert a tulajdonos igen, ilyen hülye, olyan hülye. Most bocsánat, hogy ezt mondom. Itt nálunk szurkoló táborok vannak, akik a végén nem az, hogy arra figyelnek, hogy a csapat, hogy dicsérem a csapatomat és kiállok mellette, hanem összeverekednek, azt megszűnnek a szurkolótáborok, többet nem megyek meccsre. Ez az úgynevezett, bocsánat, hogy ezt mondom, az a keleti stílus. Ő azt hiszi, hogy a szurkoló fog itt megmondani, hogy egy egyesületet hogy kell fölépíteni. Ez nem így van. Ott vannak olyan emberek, akik azért vannak ott, például a fej, ahogy vegyük most ebben az esetben Döschalé úr, tehát Roderick, vegyük Döschatel, vagy mondjuk Roderick úr, ugye azért vannak ott, hogy ő irányítsa az egyesületet. Neki szakmailag nem kell, hogy ő értsen ehhez. Nem. Szól bele, nem tudsz. Hát én biztos vagyok benne, hogy beleszól, sőt, nem, hogy beleszól, csak ő nélkül semmit nem lehet dönteni. Na most itt kezdődnek azok a dolgok, ami nem éppen túl jó. Mert miért vannak egy gyárban, hogy az előbb mondtad, egy esztergás? Azért, mert ő ért hozzá. Tehát az, aki nem ért hozzá, az nem mondhatja meg, az nem ment oda, és azt mondja, hogy neked így kell legyártani valamit. Ő viszont azt megmondhatja, hogy hogy kell legyártani, hogy csináld meg. Gyorsan kérdezek most egyet, mert elfelejtem. A német embernek is bele fog szólni a munkájába, szerinted? Azért a német mentalitás, azt na, tudjuk, azért egészen más. Hát azért kíváncsi lennék, hogy teszem azt, a Bayern München edzőjének beleszólna, pedig a Hönes akár bele is szólhatna. Igen, igen. Azért valamit bele tudott rúgni a labdába, igen, meg a Rummenigge is, de szerintem nem szólnak bele a szakmába. Hát szakmába nem szólnak bele, ugyanis ott ez tényleg mindenbe hierarchia van, be el van osztva minden. Van egy elnök, van sportigazgató, van menedzser, és van egy edző. És az edzőnek is saját pályaedzői vannak. Az edző irányítja a saját pályaedzőit és a játékosait. Az edzőt viszont felügyelik. Felügyelni kell. Az rendben van. Igen, ám, de nálunk ilyen nincs. Miért? Nálunk ilyen nincs. Tehát azt mondom, hogy itt volt egy Vignyevics úr, aki alapjában menedzser és edző volt. Azt csinált, amit akart. Uh-huh. Ő a legjobb barátja volt, tehát nagyon jó kapcsolatban volt a Roderick úrral. Ezért volt itt 7-8 évig, ez nem véletlen. Ő ma azt csinált, amit ő akart. Ha ő azt mondta a Roderick úrnak, hogy figyelj ide, ez a játékos kell nekem, mert ez szuper, akkor a Roderick úr, mivel ugye a fotball az annyira nem ért mondjuk így, vagy nem is akart érteni, akkor azt mondta, jó, hozd hát ide és kér. Hát ő egy üzletember, azért mondjuk hát persze, ki, nem? Szóval ez nem rossz értelemből csinálta ő se. Hát azért olyan ember nincs, aki idejön valahova tulajdonos, hogy direkt rossz csapatot csinál. Hát ki az a hülye? Most bocsánat, hogy ezt mondom, de ezt nagyon jól tudjuk. Itt rosszul lehet vezetni valamit. De akarattal nem tudok rosszul csinálni valamit, mert saját magam ellen egy üzletember nem fogok dolgozni. Itt csak rosszat tudok alkotni sajnos, de magam ellen nem dolgozok. Hát azért azt nem fogom megengedni magamnak, hogy ne tudjak kimenni az utcára, mert meg akar verni mindenki. Igen. Vagy folyamatosan azt írják, hogy Roderick go home, hogy menj haza. Hát jut erre kinek van szüksége? Erre senkinek nincs szüksége. Ez nem neki se, hanem nincs, én azt gondolom, hogy egyetlen egy sportvezetőnek, tulajdonosnak, játékos, senkinek nincs erre szüksége. Áber, ahogy mondja a német, tényleg nem akarja eladni ezt a klubot? Szerinted? Hát én szerintem én azt hallottam, hogy állítólag 7 milliárd, tehát 20 millió euró el akarja adni a klubot. Annyit nem fog kapni érte?
Hát nézd, az igazság az, hogy én utána néztem a mérlegeknek, tehát amióta itt van Odalik úr. Tehát ez a 20 millió euró körülbelül az a pénz, ő minden évben körülbelül 5 és 700 millió forint között saját tőkétet beteszi, de saját pénzt. Tehát ezt a pénzt, hogy de be is tette körülbelül. Ő valószínűleg tartom, ő szeretne ettől elállni, tehát szeretné ezt a pénzt visszakapni, és esetleg eladná ezt az egyesületet. Tehát a csapatot magát. Na most az, hogy eladja a csapatot, vagy nem adja el a csapatot, itt ez egy nagyon szép dolog. Tehát ennek semmi probléma nincs, ennek nagyon sokan örülnének. Ez nem biztos, hogy ez jósül el. Tehát attól függ, hogy ki fogja megvenni ezt a csapatot. Nem kinek Juráncsik adok? Mátyás és Népi zenekarra? Ha nekem lenne erre pénzem, megvennéd? Én meg. Én itt mondom neked, hogyha nekem erre lenne pénzem, akkor az 1000% hogy megvenném ezt az egyesületet. Ha erre pénzem lenne. És erre kéne egy pár év, és fel tudnánk építeni itt egy nagyon jó egyesületet. Csapatot. Nagyon jó csapatot. Nagyon jó. Én most nem beszélek a régi Titi, Görös Titi nem. És Beneferi, az volt. Olyan nem lesz szerintem. Nem is lehet olyan csapat. Ez Gábor, ez ugyanaz, most itt üsz, nem akarok neked bókolni, de megvertétek a kínaiakat először a világon. Ezzel együtt lesz még valaki. De azért jól esik a bók. De most Gabi, lesz még valaki, aki ezt meg fogja csinálni? Tehát akkor ne álmodjunk a Gergely Gabiékról, mert ők akkor nagyok voltak, sikerült nekik, és szuper. Most azt viszont ma azt szeretnék az emberek, hogy kik vannak ma itt. Tehát ki az, aki ma mit tud alkotni? Te úgy látod, legszebben rábeszélnélek, hogy vedd meg, de hát ugye anyagi nem, azok nagyon ne. Szívesen tudom, mondom. De te úgy látod, hogy van potenciál ebbe, hogy ezt föl lehetne építeni, tehát lehetne egy olyan Újpest FC-t, újpesti Dózsát, nekem Dózsa tök maradt. Nekem is, jól szó, mindegy. Fölépíteni, hogy minimum oda keveredjen, hogy azért a nemzetközi kupába, vagy de talán még a bajnoki címér is. Mindenféleképpen meg lehet csinálni. Én ez nem is gondolok arra, hogy nem lehet. És azért is meg lehet, mert az embereknek szükségük van eredményre, lelkesedésre, tehát az, hogy valami új történik. Ezt kell látni az embereknek. És ezt prezentálni kell. Most ne arra, hogy én egy női röplabda csapatot a semmibe fölvittem. És nekem azt mondták, hogy nekem miközben van a röplabdához. Nem értettem hozzá, mégis ott lettünk. Európa kupába kijutottunk 3 év múlva. És azóta is működik és egy röplabda. És a focihoz még értek is. Tehát most elnézést, hogy ezt mondom, de van egy olyan érzésem, hogy tudom, hogy mi a foci. Tehát azért látom, hogy miben tudok csinálni. Te Matyi, itt a beszélgetésünk vége felé, bár nagyon-nagyon sokat tudnék még kérdezni tőled, de majd következő alkalomban. Nem titok, te játszottál kint nyugati bajnokságban, Bundesligában. Igen. Tehát azért az ott úgy mondják, hogy állítólag másképp pattan a labda. Innentől, ettől kezdve merem azt megkérdezni, hogy mi a különbség a profi-profi bajnokság és a magyar profi bajnokság között? Ne megmondom, egyetlen egy nagy különbség van. Az, hogy a játékosnak magával kell foglalkozni. Ugyanis kint mindig van egy biztonságod. Ott soha nem gondoltam én arra, hogy talán nem kapom meg a fizetésem, vagy jön egy olyan elnök, aki itt azt mondja, hogy ő a király, és engem fenékbe rúg. Tehát azzal kell foglalkoznom, hogy a csapatunk most a nézők ott hagynak minket, nem jönnek ki mérkőzni, mint nálunk. Itt ilyet Németországban az életemben nem éltem át. Ott voltak a drukkereink, ott voltak az elnökök, meg volt mindenek a rendje és módja. Azt a pénzt, amit neked te aláírtasz, megkaptad, mindig nem voltak menedzserek még, akik tele dumálták a fejedet, mint ma a fiatal gyerekek, már azt se tudják, kettőt belerúg a labdába, és akkor azt mondják, hogy te 20 millió eurót érsz, ami a negyede nem igaz, mert kimegy oda, és akkor látja, hogy ott az majd meredekebb a helyzet. Megvoltak a pályáid, meg volt minden. Itt, amikor nézzük meg a labdarúgást, mivel foglalkozunk most például Újpesten, a problémákkal, hogy a néző szídja ezt, összeverekednek ezek ezzel, nekem ez nem jó, go home, ne legyen az edző, ki kell rúgni az edzőt a francba, mi vannak szerbek, mi nem japánok. Tehát folyamatosan csak a problémákkal foglalkozó. Ezek a játékosok szerinted mit látnak a pályán? Igen. Hát ezt hallják, hát itt élnek Újpesten, olvassák az újságot, internetet. Ezek mással nem foglalkoznak, csak a bajokkal, hogy lesz egyesületünk, nem lesz egyesületünk, megszűnünk, nem szűnünk meg. Meg valamit nagyon gyorsan. A te csapatodnál annak idején, vagy a Bundesligában egy német csapatnál, hogyha egy újságíró is szeretett volna készíteni egy riportot valakivel, igen. Akkor ahhoz ott is engedélyt kellett kérni mindenkitől? Dehogy is nem. Hát, már bocsánat, hogy így mondom, a média az mindig szabadnak kell, hogy legyen.
Tehát ha én akkor profiként odajön hozzám egy újság, és azt mondom, nem adok neked interjút, mert engem nem engednek, ilyen nincs. Tehát ha esetleg olyan dolgokat tudhattál, ami belső dolgok, tehát azt mondom problémák, az vagy valami... Az egy másik kávéház. Na igen, ezt nem mondhattad, hát ezt azért nem is mondtam, mert na de hát annyira buta nem lehet. És sőt, ellenkezőleg, mert ráadásul akkor még arra is felkészítettek minket, amit én sem értettem először Németországban, hogy hogy kell beszélnem egy újságíróval. Tehát, hogy a szponzorodat meg kell említeni, úgyhogy észre se vegye az újságíró. Tehát erre tanítottak. És mindenkivel beszélned kellett. És különösen akkor, tehát ezt is megtanították, hogy a fejed nem veszítheted el, hogyha egy vesztes meccs után lemész a pályáról. És mindig válaszolnod kell, és mindig azért, mert a média az nem az újságíró maga, akivel te beszélsz, hanem a széles kör, aki kíváncsi arra, hogy mi történik. Matyi, itt fejezzünk be ebben a pillanatban, hogy a széles kör. És én nagyon remélem, hogy néhány hét múlva újra le tudunk ülni. Tudod, hogy miért? Mert akkor már látni fogjuk, hogy a német edző az Öning mester mit tudott kialakítani itt Újpesten, mert azért azt az egy-két meccset, az pontosan tudjuk, lehet, hogy én leülnék a kispadra. Ez így van. A játékosok ugyanúgy, na. Tehát egy néhány hét múlva ismét szeretettel látlak itt, és akkor kivesézzük úgy Isten igazából. És természetesen beszélünk a nemzetközi labdarúgásról is, majd meglátjuk, hogy a BL-ben mi lesz, Klopp maradt-e. Lesz így miről beszélnünk. Nagyon szívesen. Gyulácsik Mátyás, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, vigyázz magadra. Kedves nézők, ennyi volt az Újpesti Sport. Remélem jövő héten is találkozunk. Önök is vigyázzanak magukra. Ha kimennek az utcára, vegyék fel a maszkot, de különben tényleg egyetlen egy mondat. Vigyázzanak magukra, hogy találkozhassunk jövő héten is, utána is, és jövőre is. A viszontlátásra!